Köszöntöm nézőinket, Önök a Völgységi magazint látják, főbb témáink néhány mondatban. Egészséghét Bonyhádon, a szakember szerint legfontosabb a megelőzés. Csapadékvízelvezető rendszer Lengyelen, lezárult a projekt. Bor és Strudel Fesztivál nagymányokon 25. alkalommal ünnepeltek a völgységi település lakói. Magas szintű hagyományőrzés, fergeteges sikert arattak a kakasdi táncosok. Egészséghét programsorozat keretében különböző előadásokkal hívták fel a figyelmet a megelőzés és a tudatos életmód fontosságára Bonyhádon. Bonyhádon idén is megszervezték az egészséghetet. A városban fontosnak tartják felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, illetve a különböző betegségekre. A szakértő megjegyezte, hogy hazánkban az ízületi problémák már népbetegséggé váltak, így kiemelten fontossá vált a prevenció. Mert az emberi test, ha nem kapja meg a mindennap igényelt szükséges tápanyagot, akkor elkezd bizonyos irányba menni, változni, és ezek ilyen jellemző betegségcsoportokba torkollanak, és köztük ugyanúgy, hogy a pajzsmirigy, vagy a máj, a zsírmáj, vagy az ízületek, az ízület a lágyrész csontrendszer révén nagyon-nagyon fontos, hogy minél tovább épségben tartsuk, mert hogyha meg még egy túlsúlyjal rányomunk, akkor az nagyon nagy igénybevételt jelent a test számára, és ezért nagyon fontos, hogy az ízületeket, csontot, lágyrészt minden nap tápláljuk, minden nap foglalkozunk a testünkkel, tegyük bele azt a úgymond kenőanyagot, amivel tudja tovább végezni a dolgát. Ha nem tesszük ezt, akkor el fog kopni. A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek, élelmiszernek a tilalmát sem, azonban célszerű egyeseket előnyben részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni. Az életkorokból adódóan a gyerekeknél nyilván az immunrendszer és az a fajta vitaminok, tápanyagok szükségesek a legjobban, amitől a test normál fejlődési menete biztosítható, akár a túlsúly szerint, akár a szerveknek a működése szerint. Az időskorba pedig már azt kell megsegíteni, ami elfogyott, ami csökken, ami lassabb, az anyagcsere, az energia, a memória, az erek állapota, tehát ott ezekben van feladat, a legtöbb feladat, illetve az, amit még a saját egészsége alapján mutatja a test, hogy hiányzik neki. Az életünk minőségét, vitalitásunkat és egészségi állapotunkat nagy mértékben meghatározza, hogy milyen táplálékot juttatunk a szervezetünkbe. A szakértő erre is hasznos tippeket ad. Sokszor a szomjúságot is éhségnek éljük meg, neki esik egy bizonyos dolognak, hát mi az, ami leggyorsabban eredményt hoz? Hát a szénhidrát. Ez az, amit le kell szorítani. Különben mi nagyon sok mindenkinek tanítjuk ezt, a tányérmódszert. Biztosan sokan hallottak már róla, hogyha egy tányért, kerek tányért magunk elé képzelünk, négy részre osszuk, akkor az egyik negyede a fehérje, a másik negyede a szénhidrát, és a két fent maradó maradék negyed, azaz a fele, az pedig a zöldség. Egy táplálkozási szakértő szemével nézve az étrendünk nem csupán a testünk, hanem az egészségi állapotunk, életminőségünk, energiaszintünk és hangulatunk tükre is. Hiába táplálkozunk úgy, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez egészséges, hogyha nem iszunk mellé megfelelő mennyiségű vizet. Ezt úgy tudjuk kiszámolni igazából, hogy testsúly kilogrammonként 40 milliliterrel számolunk, tehát azt szorozzuk meg, és körülbelül az a napi vízbevitel. Az is nagyon fontos, hogy ez ne, tehát folyadékbevitel, inkább így mondanám, tehát ez ne egy cukrusüdítő, egy ízesített üdítő legyen. A megfelelő táplálékbevitel nem csak a betegségek megelőzését segíti, de a mentális egészségünkre, a bőrünk állapotára és még a hajnövekedésre is hatással van, mondja a szakértő. A szezonális táplálkozás is egy fontos szempont. Én mindenkinek azt tudom ajánlani, most bárhol lakik, mindenhol van piac. Tehát nem hiába van a termelői piac, mert gyönyörű termékeket lehet kapni a boltokban is,
de nem tudjuk, hogy most ez mennyit utazott, mivel kezelték. Nagyon sokan otthon már úgynevezett biokertészetet, akár az erkélyen egy kis vödörben paradicsomot termesztenek, bármi ilyesmit. Tehát amennyiben van ideje, az az igazság, hogy ezt még nekem is csiszolni kell, mert nem mindig van időm elmenni a piacra, vagy amikor szükségem van, akkor meg éppen nincsen piac, de így lehet előre gondolkodni, hiszen ez az egész helyes étkezés, táplálkozás, az mind-mind arról szól, hogy előre megtervezem. Az egészséges életmód egyik alapelve, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás részét mindazon zöldségek és gyümölcsök alkossák, melyekhez a lehető legfrissebb állapotban tudunk hozzájutni. 260 millió forintos beruházást adtak át Lengyelen. Az új csapadékvízelvezető rendszer a település 2,5 kilométeres szakaszát érinti. A polgármester bízik abban, hogy a jövőben még több sikeres pályázatot tudhat magáénak az önkormányzat. A 260 millió forintos beruházással 2550 méter árokrendszer újult meg Lengyelen. A munkálatok a Petőfi utca, a Szabadság köz és az Adi közterületét érintették, illetve három ponton csatlakoztak a Hábi patakhoz is. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, 2019-től kezdődően a támogatásoknak köszönhetően a településen több beruházás is megvalósult. Korábban az óvoda és az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése, illetve a faluház és az óvoda udvar felújítása készült el, most pedig a csapadékvíz elvezetés projekt zárult le. Az elmúlt években 2019-től Lengyel településre sok fejlesztés érkezett. A fejlesztéseknek a nagyságrendje körülbelül 400 millió forint. Én úgy gondolom, hogy egy ekkora településen ez azért meghatározó a település életében. Most, amit közösen adhattunk át a csapadékvíz elvezető rendszernek a kiépülte, egyéves munkálatokat zártak le, ami nyilván az árkok burkolását jelentette, új hidaknak az építését a több utcában, három utcában, és sok szakaszon pedig a járdákat is sikerült felújítani, illetve teljesen újakat építeni. Ezzel nem csak azt sikerült elérni, hogy gyorsabbá, könnyebbé vált az esővíznek, vagy a hólének az elvezetése, hanem azt is, hogy a település szebb lett, esztétikusabb lett, tényleg van egy egységes utcaképe Lengyelnek. Egyébként is egy szép településről van szó, egy szép völgységi településről. Én úgy gondolom, hogy ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy még szebb legyen Lengyel. Braun János László polgármester elmondta, a projekttel a település számára megoldódni látszik a csapadékvíz hatékony elvezetése. A lengyel domborzatai viszonyai miatt itt a csapadékos időszakban nagyon sok csapadék úgymond berohan a faluba, ugye nagy hegyek, dombok övezik a falut, és muszáj volt ezt a csapadékvizet elvezetni. Ezt próbáltuk megoldani, több helyen utak is azért lettek fölvágva, meg elvezetők, mert különben mindent beviszi a faluba a víz. De így, hogy több helyen próbáltuk levezetni a Hábi patakhoz, hogy ne az egész falu menjen keresztül, így remények szerint azért meg fogja fogni a nagy esőt is. Felösszakodások ellen nem fogunk tudni semmit tenni. Tehát ezek a irritálisan kimarkalasló hatalmas esőzésekkel, ha fölvesszük a fél utat, akkor se lesz semmi. De a normális időjárásnak ez a rendszer meg fog felelni. Az árokrendszer mellett az utcakép is változott, szebb és egységesebb lett. Közel 100 híd épült meg, tehát a régi hidak le lettek bontva, mindenhova új híd épült, olyan közel egy kilométernyi, vagy más, inkább másfél kilométernyi járda is, új járda megépült a régi helyett, régi összetöredezett helyett, és a alapköltség az 200 millió forint volt, tehát ennyit nyertünk meg, de már maga, mielőtt a beruházás, illetve a kivitelezés elkezdődött volna, akkor már volt egy nagyon nagy áremelés, és azért is csúszott több mint 8 hónapot a kivitelezés kezdete, mert már akkor be kellett adni egy emelésre egy pályázatot, amit ugye 8 hónap után megkaptuk, az 35 millió forint támogatás volt, és mikor ez megérkezett, akkor kivitelező abban a pillanatban neki is állt.
de közben ugye megint ez az ukrajnai háború miatt is, meg minden folyamatosan beton emelkedett, a betonelemek, bár ők még az elején nagyon sokat ide hordtak, tehát menet közben nem is kellett már vegyenek, de akkor is rengeteg géppel dolgoztak, az üzemanyag, minden, és akkor még egyszer egy 27 milliós kérelemet beadtunk. A polgármester hozzátette, az árokrendszer tisztítása, karbantartása a falu lakosainak közös feladata és felelőssége. Ez egy ugye betonos rendszer, tehát ez csak akkor fog szuperálni, meg akkor fogja teljes mértékben látni a feladatát. Ez folyamatos tisztítva van, folyamatosan oda van figyelve, javítva van, ha esetleg sérül, mert ugyanúgy föl fognak telni, mint a régi árkok, és ugye azon már nem feleltek meg a rendszernek. Ha ezek is hagyjuk, akkor ez se fog lenni. Az önkormányzat a közmunkásokkal azért nagyjából végig szokta járni, és ott, ahol nagyon nagy a baj, ott azért szoktuk kilapátolni, elhordani az árokból, ami van, de azért a maga a lakosságnak is azért a házak előtt, tehát ennyi. Én gyerekkomról emlékszem, tehát ott mindenki maga pucolta az árkát. Lengyel polgármestere szerint ezek a beruházások a település megmaradását és fejlődését szolgálják, és bízik abban, hogy a falu a jövőben is sikeresen pályázik majd fejlesztési támogatásokra. Idén is megtartották a nagymányoki búcsú, bor és strúdel fesztivált. A kétnapos rendezvénysorozat alkalmával az ilyenkor hagyományos szüreti felvonulásra is sor került. Jubileumi alkalmat ünnepeltek a nagymányoki búcsú, bor és strúdel fesztiválon, ahol több mint 100 rúdrétest készítettek a legfinomabb ízekből péntek délután. A pénteki nap házi módszerrel rétest nyújtanak előre jelentkezett csapatok. Ez idei évben 26 csapat volt, ez közel 300 embert jelent. És akkor egy közelbeni pékség megsüti a réteseket, és ez a rétes fesztiválon szombati napon kerül értékesítésre, itt kóstolhatják meg a jelenlevők a frissen sütött rétest. És a szombati nap az még előadásokról, népviseleti fellépőkről, nagyobb fellépőkről szól. Az első rétes fesztivált még a 90-es években kezdte meg a Glückauf Egyesület, akkor még csak 5 csoportból álló csapatával, ahol mindig a hagyomány részét képezte a rétes húzás, búcsúk, lakodalmak és nagyobb rendezvények idején. Ugye ez az ideje a 25. amit szervezünk, ugye 14 éve vagyunk ezen a helyszínen, és akkor álmodtunk egy nagyot, akkoriban ilyen 5 csoporttal indítottuk a rétes húzást, most meg ugye, ahogy elmondta polgármester úr is, ugye 26 csapattal voltunk. Tegnap ugye ez volt igazából a fő programunk, ma reggel csináltunk a gyerekeknek egy gyerekszínházat, utána volt egy kis testmozgás nekik, utána egy helyi önkéntes tűzoltóknak volt egy bemutatója. Az idei fesztiválon már 26 csapat vett részt közel 300 ember bevonásával, így összesen több mint 120 rút készülhetett el, amelyet szombatra virradóan a nagy közönség is megízlelhetett. A 4 alapízt minden évben elkészítik, ezek a túrós, az almás, a mákos medgyes és a medgyes grízes rétesek. Az ifjú legények hada összegyűlt, s felvonult a főutcán, de nem mentek ám haza. Meglátogatták a leányokat, kik már várták őket, s a mars után a fiúk fejére díszes kalapot tettek. Délután a szüreti felvonulás a művelődési háztól indult, majd a német nemzetiségi tájháznál kérték ki a búcsús lányokat. Régen a búcsúk több napos rendezvények voltak, ahol a fiatal lányok a legszebb ruháikba öltöztek fel. Ilyenkor a fiúk elmentek a lányos házhoz, ahol megtartották a kikérőt, ez a mostani, a régmúlt időket idézte. Hatalmas sikert aratott a bonyhádi, bukovinai találkozások nemzetközi folklórfesztiválon a kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat. Most műsorukból adunk egy kis ízelítőt. Yeah.
Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!